Sziasztok, én Kaci vagyok, és ebben a videóban a Dead of Winter, vagyis a Holtak Tele társasjáték szabályaival fogunk megismerkedni. A Dead of Winterben a játékosok egy különösen rideg és veszélyes telet próbálnak meg túlélni egy zombi apokalipszist követően. Ez egy kooperatív játék. Na jó, kit akarok átverni? Ez egy félig-meddig kooperatív játék, ahol a kolónia tagjai egy közös cél érdekében is cselekszenek. Ugyanakkor mindenkinek megvannak a saját célja és saját motivációi, amiket szintén teljesítenie kell, és ez néha-néha azért előrébb van, mint a többi játékos célja. Úgyhogy előfordulhat, hogy a többieket egy kicsit talán félre kell tolnunk, hogy a saját céljainkat is teljesíthessük. Mielőtt elkezdenénk játszani, elő kell készítenünk a táblát. Ehhez a fő táblát, magát a kolóniát, azt tegyétek az asztal közepére. A 6 különálló helyszín kártyát pedig helyezétek el úgy, hogy kényelmesen elférjetek az asztalnál. Keverjétek meg a krízispaklit, ez a vörös tenyérrel jelzett kártyapakli, és helyezzétek a megfelelő helyre. Válasszátok ki a fő célt, ezt húzhatjátok véletlenszerűen, vagy ki is választhatjátok, hogy melyiket szeretnétek. Ezek a kártyák két oldalúak, van egy könnyebb és egy nehezebb változatuk. Ha még az elején jártok a játéknak, még csak néhány kört játszottatok, akkor azt tanácsolom, hogy a könnyebbet válasszátok, de ha már igazán benne vagytok, akkor jöhetnek majd a keményebb küldetések is. Ezután a szerepeket fogjuk leosztani. Van egy titok feliratú pakli, ebből válogassátok külön az áruló és a nem áruló feladatokat. A nem árulókból játékosonként kettőt tegyetek félre, és azt keverjétek meg, és ehhez tegyetek hozzá egyet az áruló pakliból, anélkül, hogy bármit megnéznétek, a többi lapra nem lesz szükség, azokat nyugodtan visszatehetitek a dobozba. Ezt követően keverjétek meg az így megalkotott paklit, amiben ugye a játékosonként két nem áruló és összesen egy áruló lap van, ezt keverjétek meg, és mindenki húzzon belőle egyet. Ugye ez több mint kétszer annyi lap, mint amennyi játékos van, tehát simán előfordulhat, hogy egyáltalán nem is lesz áruló a játékban, de az is lehet, hogy van, de akkor is ugye legfeljebb egy. Ha ezzel is megvagytok, akkor a túlélő paklit keverjétek meg, és osszatok belőle mindenkinek négyet, és ebből játékosonként kettőt választhatok, az egyik lesz a vezetőtök, a másik pedig annak a követője, ezt a kis játékos segédletetek oldalához tegyétek oda, a segédlet bal oldalához kerül a vezető, az aljára pedig a követő. A játékos segédleten egyébként minden le van írva a körök lépésénél folyamatosan, úgyhogy innen tudtok lesni majd a játék során. Ha ezzel is megvagytok, akkor keverjétek meg a Crossroads paklit, vagy ezt a válaszút paklit, illetve a száműzött lapokat is keverjétek meg, ezeket tegyétek egyelőre csak a tábla mellé. A tárgykártyákból válogassátok ki azokat, amik a kezdőellátmány részét képezik, ezeknek az alján fel van tüntetve, hogy kezdőellátmány, ezekből mindenkinek osztatok véletlenszerűen 5-öt. A nem kezdőellátmányokat pedig válogassátok szét helyszíneknek megfelelően, keverjétek meg, és tegyétek oda az adott helyszín megfelelő helyére. Ezután nincs más dolgotok, mint kikeresni a megfelelő figurákat, felhelyezni őket a kolóniára, és kezdődhet a játék. A játék fordulókból áll, a fordulók pedig két fázisból tevődnek össze. Az első az a játékosok fázisa, ilyenkor fogunk cselekedni, a második pedig a kolónia fázis, ilyenkor fognak megtörténni különböző dolgok, attól függően, hogy a játékos fázisban mit cselekedtünk, hogyan cselekedtünk, teljesítettük-e a feladatainkat, vagy nem teljesítettük. A játékos fázis első lépéseként csapjátok fel a krízis pakli legfelső lapját, és nézzétek meg, hogy mi lesz a feladat, amit az adott körben teljesítenetek kell. A krízist úgy tudjátok teljesíteni, hogy a kártyán feltüntetett tárgyból adott darab számot összegyűjtötök a kör során. Hogyha ezt nem sikerül teljesíteni, akkor általában annak valami nagyon komoly szívás van, úgyhogy erre célszerű rámenni. Ezt követően mindenki dobjon a kockáival. Mindenkinek annyi kockája van, amennyi túlélője plusz egy, tehát alapvetően egy kockátok van, és túlélőként kaptok ugye egyet, tehát a játék elején mindenkinek három kockája lesz a két túlélője miatt. Dobtok az akciókockákkal, a kockákat pedig a kis karakter a bal alsó sarkába, a szabad kockák helyre tegyétek fel, ezeket fogjátok tudni használni a kör során. Ezt követően kezdődhet az adott játékos köre, és szépen óramutató járásának megegyezően végighaladunk a játékosokon. Az lesz a kezdő játékos,
akinek a vezetője a legmagasabb befolyás értékkel rendelkezik. A befolyás érték az a karakterlap jobb felső sarkában található, és mindig a nagyobb befolyás értékű lesz az adott játékos vezetője, és akinek ez a legmagasabb, az lesz a kezdő játékos. A befolyás érték gyakorlatilag olyan szerepet tölt be a játékban, hogy akinek épp a legalacsonyabb, az van a legnagyobb veszélyben. A játékosok a köreikben számos különböző akciót hajthatnak végre, lesznek olyanok, amikhez szükség van az akciókockákra, effektíve el kell költeni egy kockát ahhoz, hogy használhass egy akciót, és olyan akciók is lesznek, amelyekhez erre nincs szükség. Egy játékos köre addig tart, amíg már nem tud vagy nem akar több akciót végrehajtani, ilyenkor simán elpasszolja a kört, és jön a következő játékos. Mindez addig tart, amíg vég nem értünk az összes játékoson, és ekkor következik a kolónia fázis. Na de nézzük, hogy milyen akciókat hajthatnak végre a játékosok. Az egyik ilyen akció a támadás. A játékos megtámadhat akár egy zombit, akár egy másik játékost. A támadáshoz egy kockára lesz szüksége a szabad kockák közül, amiket ugye még nem használt fel. Minden karakterlapon fel van tüntetve a karakter támadó értéke, támadó és kereső érték egymás alatt jobb oldalt, a kis csillaggal jelölt a támadó érték, a kis nagyítóval jelölt pedig a kereső érték. Ezeket az értékeket egy-egy számmal jelölték, és ahhoz, hogy használhassd az adott képességet, legyen az akár támadás, akár keresés, ahhoz egy legalább akkora, vagy annál nagyobb számú kockára lesz szükség, tehát például John Price-nak mind a két értéke 3-as, tehát legalább 3-as kockákkal tudja használni akár a támadást, akár a keresést. Ugye az 1-es és a 2-es kockák ilyen esetben nem használhatóak erre, de vannak olyan akciók, amikhez bármilyen értékű kockát felhasználhattok. Értelemszerűen minél alacsonyabbak ezek az értékek, annál erősebbek a karakterek, mert ugye annál nagyobb százalékban fogsz olyat dobni a kockával, amit fel tudsz használni az adott akcióhoz. Ugye ahogy említettem, megtámadni meg lehet zombit, és meg lehet támadni másik túlélőt is. Fontos, hogy csak más játékosét, a saját túlélődet nem támadhatod meg. Hogy a zombit támadsz, akkor a zombi azonnal meghal, ugyanakkor dobnod kell egyet ezzel a piros veszélykockával, és elképzelhető, hogy megsérülsz, ennek a hogyanjaira, mikértjeire ki fogunk térni a későbbiekben. Ha másik játékost, másik túlélőt támadsz meg, akkor újra kell dobnod azzal a kockával, amivel a támadást végrehajtottad, és hogyha ez az érték kisebb, amit dobtál, mint a másik játékos támadó értéke, tehát alá kell dobni annak az értéknek, akkor sikerül megsebezned, ő kap egy sérülést, illetve elhúzhatsz a kezéből egy lapot. A második akció, amihez kockára van szükség, az a keresés. Bármelyik helyszínen, kivéve a kolóniát, úgy dönthetsz, hogy keresel. Ilyenkor kiválasztod azt a kockát, amit használni szeretnél a kereséshez, hogy a kocka értékének legalább akkorának vagy nagyobbnak kell lenni, mint a karaktered kereső értéke, és megmondod, hogy melyik helyszínen szeretnél keresni. Felhúzod a tárgypakli legfelső lapját, de még nem rakod a lapjait közé, hanem csak megnézed jó alaposan, és eldöntöd, hogy mit akarsz csinálni a továbbiakban. Vagy befejezed a keresést, és akkor megtartod ezt a lapot, vagy ha nem vagy elégedett az adott lappal, akkor dönthetsz úgy, hogy tovább keresel. Ilyenkor zajt csapsz, úgyhogy a helyszín kártyájára egy kis zaj jelzőt fel fogunk rakni, és minden egyes keresésnél húzhatsz egy újabb lapot. Amikor elégedett vagy a keresés eredményével, vagy nem tudsz, vagy épp nem akarsz több zajt csapni, ez ugye legfeljebb 4 lehet egy adott helyszínen, akkor a húzott lapokból egyet tarthatsz meg, ha csak valamilyen kártya vagy a karaktered különleges képessége nem engedélyez ennél többet, a többit pedig a húzó pakli aljára kell visszatenned. Egy játékos a körében akár több különböző keresést is végrehajthat, de minden esetben el kell költeni egy megfelelő akciókockát. Ez egyébként nem csak a keresésre, hanem a támadásra is igaz, akár többet is támadhat egy játékos karaktere egy körben. Vannak olyan akciók, amikhez kockát kell használni, de mindegy, hogy milyen értékű kockát használsz hozzá. Ilyen például a barikádozás. Egy általad választott helyszínen, egy bármilyen kockáért felhúzhatsz egy barikádot, erre majd a későbbiekben ki fogunk térni, a barikád megakadályozza azt, hogy a zombik oda betörjenek. Emellett használhatod a kockád a takarításra is, ahogy használjuk majd a tárgyakat a kolónián, úgy gyűlik fel a szemét, és hogyha több mint 10 szemét lesz már itt a szemét halomban, akkor az elég komoly problémákat tud okozni, úgyhogy fontos lesz, hogy folyamatosan takarítsunk. A takarításhoz egy bármilyen kockát kell elhasználnod, és ebből a szemét pakliból 3 kártyát kivehetsz, úgyhogy csökkented a szemét halom méretét. Emellett használhatsz egy véletlenszerű kockát arra, hogy eltereld a zombik figyelmét, ilyenkor 2 bármilyen helyszínről a saját karaktered helyszínére
oda ránthatsz gyakorlatilag két zombit, eltelelheted azok figyelmét, így leveheted a veszélyt valaki másról. Ezen kívül minden karakternek van egy különleges képessége, ami előfordulhat, hogy valamilyen kockába kerül, ilyenkor a karakter lapon fel van tüntetve, hogy kockába kerül, illetve az is fel van tüntetve, hogyha bizonyos értékű kocka kell hozzá. De vannak olyan akciók is, amikhez nem kell kockát elkölteni. Ilyen például a lapok kijátszása, bármilyen lapot kijátszhatsz, ilyenkor az adott lap az bekerül a szeméthalomba, kivéve, hogyha az a lap a krízispakliba került, illetve hogyha egy esemény lapról van szó, illetve abban az esetben sem kerül a szeméthalomra, hogyha az egy tárgy és viselni akarod, tehát a karakterednek adod, mert mondjuk egy fegyver, akkor sem kerül ugye a szeméthalomba, hanem akkor a karakteredhez kerül oda. Ha már az előbb említettem, ugye adhatsz hozzá kártyát a krízishez, ilyenkor mindig fejjel lefelé kell lerakni a kártyát, úgyhogy senki más ne lássa, ide a krízis hozzájárulás mezőbe kell oda tenni, és ugye a kör végén, majd a kolónia fázisban fogjuk ezt kiértékelni. Fontos, hogyha mondjuk gyógyszereket kell gyűjteni az adott körben, akkor minden ide berakott gyógyszer plusz egynek számít, minden más viszont, például az üzemanyag vagy az élelmiszer, az negatívumnak számít, ugye így tud egy kicsit az áruló játszani azzal, hogy gyengíti a többieket, hogy észrevétlenül megpróbálod bepakolni a krízis pakliba különböző nem odaillő lapokat. Emellett minden túlélődet körönként egyszer mozgathatod is, egyik mezőről a másikra, hogyha átmész egy helyszínről egy másikra, akkor dobnod kell a veszélykockával, és előfordulhat, hogy megsérülsz. Ha nem vagy elégedett az akciókockáid értékével, akkor a kolónián található élelmiszer raktárból elkölthetsz egy élelmiszert arra, hogy megnöved ennek a még fel nem használt kockának az értékét. Ez ugyanakkor nem feltétlenül tesz jót a kolónián élők moráljának, úgyhogy ezt csak a legvégső esetben használjátok. Előfordulhat az is, hogy szükséged van egy valamilyen lapra, ilyenkor kérhetsz azt a többiektől, ha épp rajtad van a sor. Például azt mondhatod, hogy szükséged van üzemanyagra, ilyenkor a többiek adhatnak neked lapot, ugyanakkor ezt a lapot ad még abban a körben fel kell használnod, nem rakhatod el csak úgy a későbbi körökre. Ugyanígy nem csak kérhetsz, hanem adhatsz is át lapot másoknak. Ilyenkor egyszerűen leveszed mondjuk a felszerelés tárgyat a saját karakteredről, és odaadhatod egy másik karakternek, aki veled egy helyszínen tartózkodik. A saját körében minden játékos szavazást indítványozhat arról, hogy egy másik játékost kidobjanak a kolóniáról. Ilyenkor az összes többi játékossal együtt ő is egyszerre szavaz felfelé vagy lefelé mutatott hüvelykújjal, és amilyen eredménnyel zárul a szavazás, annak teljesülnie kell, ugye ez többségi szavazás, döntetlen esetén a kezdő játékos szava lesz a döntő, de hogyha a többség úgy dönt, hogy valakit ki kell szavazni a kolóniáról, akkor annak sajnos el kell hagyni a búvóhelyet. Említettem korábban ezt a veszélykockát, amivel ugye akkor kell gurítani, hogyha egyik helyszínről a másikra utaztok, ilyenkor gurítasz ezzel a kockával, és négy különböző dolog történhet. Ha üres oldalt gurítasz, akkor az a legjobb, akkor nem történt semmi, épp bőrrel megúsztad. Dobhatsz ilyen kis koponyás vércsepp pikont, ez azt jelenti, hogy megsérültél, felkerül a karakteredre egy kis sérülésikon, ha ebből hármat összegyűjtesz, akkor az a karaktered meghal. Ezen kívül dobhatsz fagyási sérülést, ami alapvetően egy sérülésnek számít, és minden köröd elején, amikor rád kerül a sor, és rajtad van ez a fagyási sérülés, akkor egy újabb sérüléssel bővül a sérüléseid sora, úgyhogy ezt érdemes mihamarabb meggyógyítani. A legrosszabb természetesen az, hogyha megharapnak a zombik, ez egy ilyen kis fog ikonnal van jelölve ezen a kockán. Ilyenkor a karaktered azonnal meghal, és ahová megérkezik, ott tovább terjedhet ez a fertőzés, vagy hát szinte minden esetben tovább is fog terjedni. Tegyük fel, hogy az élelmiszerboltból utazol vissza a kolóniára, ahol négy másik karakter is tartózkodik, és időközben megharapnak. A te karaktered azonnal meghal, a fertőzés pedig tovább terjed a legalacsonyabb befolyással rendelkező karakterre. Ennek a karakternek a tulajdonosa kettő dolog közül dönthet. Az egyik az, hogy azonnal végez a karakterével, ilyenkor ez a karakter is meghal, de a fertőzés legalább biztosan nem terjed tovább. De dönthet úgy is, hogy inkább megpróbálja megkockáztatni, hogy életben marad ez a karakter, úgyhogy ő is dob egyet a veszélykockával. Ha üres oldal dob, akkor minden rendben, az a karakter is megúszta, és a fertőzés nem terjed tovább. Ha viszont bármelyik sérülés oldalt kidobja, akkor az ő karaktere is azonnal meghal, és a fertőzés tovább terjed a következő legalacsonyabb befolyású emberre, úgyhogy ez egy elég rizikós manőver. Minden játékos körének a kezdetén a tőle jobbra ülő játékos húz egy lapot a válaszút pakliból,
és elolvassa a kártya tetején vastag betűvel szedett feltételt. Ha ez a feltétel bármikor bekövetkezik a kör során, például az a feltétel, hogy a tűzoltó legyen a benzinkúton, akkor azonnal megállítja a játékot, és felolvassa a kártyán szereplő szöveget. Ez a válaszút kártya általában döntéshelyzetbe kényszeríti a játékost, vagy játékosokat, mert elképzelhető, hogy az egész kolóniára vonatkozik az a döntés. Két lehetőség közül választhattok ilyenkor, olvassátok fel, hogy mik az adott lehetőségek, és az aktív játékos vagy játékosok, attól függően, hogy mit mond a kártya, válasszák ki azt, amelyik nekik szimpatikusabb. Általában egyik sem feltétlen megnyerő, de a kisebbik rosszat talán el tudjátok találni. Ha véget ért a játékosok akciófázisa, akkor kezdődött a kolónia fázis, ami 7 lépésből áll, és ezeket minden esetben adott sorrendben kell teljesíteni. Az első lépés az élelem beadása. Ilyenkor számoljátok meg, hogy hány karakter tartózkodik a kolónián. Előfordulhat, hogy nem csak a játékosok karakterei vannak ott, hanem védtelen túlélők is, akiket mondjuk a keresések során összegyűjtöttetek. Ebbe természetesen ők is beleszámítanak. És minden második a kolónián lévő túlélő után vegyetek ki az élelmiszer raktárból egy élelmet. Ha ezt sikerül teljesíteni, akkor nincsen semmi gáz. Ha viszont nincs annyi élelmetek, mint amennyire szüksége lenne a kolónián tartózkodóknak, akkor a következőket kell tennetek. Ne vegyetek ki egyáltalán élelmet az élelmiszerraktárból, helyezzetek be oda egy éhínség jelzőt, a morált pedig csökkentsétek eggyel. Ezt követően minden olyan körben, amikor nem sikerül teljesítenetek ezt a feltételt, vagyis nem sikerül annyi élelmet beadnotok, mint amennyire szüksége lenne a kolóniának, akkor minden egyes már bent lévő éhínség jelző után csökkentsétek a morált eggyel. Ha a morál nullára csökken, elveszítettétek a játékot. Ezt követi a szemét ellenőrzése, számoljátok meg, hogy hány lap van a szemétpakliban, és minden tizedik lap után, felfelé kerekítve, csökkentsétek a morált eggyel. Ezt követi a krízis kiértékelése, keverjétek meg a krízis hozzájárulása részhez bepakolt lapokat, hogy ne tudjuk, hogy melyik kihez tartozott, majd szépen egyesével fordítsátok meg őket. Minden olyan lap, ami az adott krízishez kapcsolódik, tehát ha például gyógyszert kellett gyűjteni, akkor a gyógyszerek plusz egy pontnak számítanak, az összes többi másmilyen típusú lap pedig mínusz egynek számít. Ha sikerült annyi pontot összegyűjtenetek, amennyire szükség volt, az általában a játékos számmal megegyező, a nem száműzött játékosok számával megegyező, akkor teljesítettétek a krízist, és nincsen semmi probléma. Ha ez nem sikerül, akkor az adott krízisnek van valami szívása, aminek nem fognak örülni a kolónia lakói. Ha viszont sikerül legalább kettővel túl teljesítenetek a krízist, akkor a morált is növelhetitek egyel, úgyhogy ha lehetőségetek van rá, akkor érdemes erre rámenni. Ezt követi a zombik felrakása. A kolónián tartózkodó minden második túlélő után, ide beleszámítanak a védtelen túlélők is, helyezzetek fel egy új zombit a kolóniára, a külső helyszíneken pedig minden egyes túlélő után egy-egy zombit rakjatok fel. Ezt követően nézzétek meg, hogy hány zajjelző található az egyes helyszíneken, és minden egyes zajjelző után dobjatok egyet a kockával, hogyha ez 3 vagy annál kevesebb, akkor egy újabb zombit tegyetek fel az adott helyszínre. Ezt követően ellenőrizzétek, hogy sikerült-e teljesíteni a fő célt a küldetéskártyán, hogyha ez megvan, akkor a játék azonnal véget ér, nem biztos, hogy nyertetek, mert ugye mindenkinek van egy saját kis küldetése is, de a játék így vagy úgy véget ér. Ha nem sikerült még teljesíteni a fő célt, akkor a forduló számláló jelzőjét toljátok egyen lejjebb. Ha ez eléri a nullát, akkor a játék szintén azonnal véget ér. A kezdőjátékos pedig adja egyet tovább a kezdőjátékos jelzőt, és kezdődik a következő forduló a krízis felfedésével. Amikor zombit helyeztek fel a kolóniára, akkor annak megadott szabályai vannak, szépen egyesével kell felpakolni a zombikat, addig amíg megadott számút fel nem raktatok. Ilyenkor mindig az első kiárattól kezdjétek el felrakni a zombikat, és szépen haladjatok végig, egyesével az összes kiáraton. Ha elértetek a 6-osig, és még kell felraktatok zombit, akkor térjétek vissza az 1-eshez, és így tovább, szépen körbe-körbe. Ha egy kiáratnál már nincsen több üres hely, de van ott barikád, akkor egyszerűen pusztítsátok el a barikádot, és ne rakjatok le zombit a helyére, hanem azt a zombit tegyétek vissza a nem használt zombik közé. Ha sem barikád, sem üres hely nincs az adott bejáratnál, ezért nem tudtok oda zombit lehelyezni, akkor azt a bejáratot lerohanták a zombik. Ilyenkor ne is helyezzetek le extra zombit arra a kiáratra, hanem egyszerűen öljétek meg a legalacsonyabb befolyással rendelkező túlélőt a kolónián. Hogyha nincsenek ott a játékosok által irányított karakterek, csak védtelen túlélők, akkor azok közül öljetek meg egyet.
az is előfordulhat, hogy senki nincs a kolónián, ilyenkor semmi különös nem történik. Ugyanígy járjatok el a külső helyszíneknél is, azzal az egy különbséggel, hogy ezeknek ugye csak egyetlen egy bejárata van. Minden alkalommal, amikor egy túlélő meghal, csökkentsétek a morált eggyel. A játékban található kártyákkal, illetve a karakterek képességeivel akár meg is ölhettek zombikat. Minden alkalommal, amikor egy játékos megtámad egy zombit, akkor szintén dobnia kell a veszélykockával, ugyanúgy, mintha utazna, és pontosan ugyanazok a feltételek érvényesek a dobásokra. Amikor a kolónián öltök zombit, akkor ti döntitek el, hogy pontosan melyik kiáratról szeretnétek azt eltávolítani. Ilyenkor lehet egy kicsit taktikázni, mert ugye mindig megadott sorrendben kerülnek majd fel a zombik a játékba, úgyhogy ha valamelyik kiárat már elég veszélyes állapotban van, akkor érdemes azt egy kicsit megtisztítani. Előfordulhat, hogy valamilyen esemény hatására egy játékos új túlélőt kap. Ilyenkor keressétek ki az adott túlélő kártyáját a túlélő pakliból, illetve a dobozból a megfelelő figurát, és azt tegyétek a kolónia lakói közé. Ezt a túlélőt már használhatja az adott körben a játékos, akció kockát viszont majd csak a következő körben kap utána. Ebben a játékban elég sokféleképpen meghalhatnak a karakterek. Meghalhatnak különböző kártyák hatására, meghalhatnak zombi roham következtében, meghalhatnak a veszélykocka miatt, hogyha megharapják őket mondjuk harc vagy utazás közben, de akár meghalhatnak úgyis, hogy egyszerűen összegyűlik rajtuk a három sérülés. Ilyenkor a karakter figuráját távolítsátok el a játékból, a morált pedig csökkentsétek egyel. Ha az adott játékos a kolónián tartózkodott, akkor a karakter felszereléseit visszakapja a kezébe, ha viszont valamelyik külső helyszínen halálozott el a karaktere, akkor a nála lévő felszerelés kártyákat keverjétek vissza az adott helyszín húzó pakliába. Ha valakinek elhalálozik a vezetője, akkor automatikusan a követőt tegyétek át a vezető helyre, és így csúsztassátok szépen arrébb az egész paklit. Ha valakinek az összes karaktere meghal, akkor az összes lapját el kell dobnia, és új túlélőket kell húznia, és azokkal folytathatja a játékot. Ugye előfordulhat, hogy a játék során valakit kiszavaznak a kolóniáról, és száműzött lesz. Ilyenkor az összes karakterét el kell távolítani a kolóniáról valamelyik külső helyszínre, ilyenkor a mozgás hagyományos szabályai vonatkoznak rá egyébként, szóval ugyanúgy dobnia kell például a kockával, viszont ez nem számít bele a körönkénti egy mozgásába, szóval amikor rákerül a sor, akkor majd mozoghat még egyet. Innentől ő kitaszítottnak számít, vagyis kicsit más szabályok vonatkoznak rá, nem rakhat például lapot a krízispakliba, hogy a tárgyat játszik ki, akkor az nem a szeméthalomra kerül, nem adhat hozzá új védtelen túlélőt a kolóniához, ha új túlélőt gyűjt, akkor az nem a kolóniára kerül, hanem egy általa választott külső helyszínre, és így tovább. Amikor valaki száműzött lesz, akkor azonnal húznia kell egy lapot a száműzött pakliból, és rögtön kap is egy új feladatot, attól függően, hogy ő volt az áruló, avagy sem, innentől ez lesz az ő saját küldetése, ezt kell majd teljesítenie. A játék ugye három féleképpen is véget érhet, előfordulhat, hogy a fordulószámláló nullára ér, előfordulhat, hogy a morál nullára ér, illetve előfordulhat az is, hogy sikerül teljesítenitek a fő célt. Ilyenkor ellenőrizzük, hogy a játékosok saját küldetése teljesült-e, és hogyha sikerült a saját küldetést teljesíteni, akkor az a játékos nyer, ha nem sikerült, akkor az a játékos veszít, még akkor is, ha a fő küldetést egyébként sikerült teljesíteni. Így előfordulhat, hogy egy adott játékban az ugyanazon az oldalon állók közül is csak néhányan nyernek, mások megveszítenek. A Dead of Winter egy végtelenül szórakoztató játék, amit rengeteg különböző módon meg lehet csavarni. Ha nem tetszik ez az árlós vonal, ami nyilván nekem nagyon-nagyon tetszik, akkor akár ki is vehetitek az áruló kártyákat, és játszhattok teljesen kooperatívan. Vagy belekeverhetek akár több áruló kártyát, hogy nagyobb eséllyel legyen áruló, vagy egyszerre akár több is legyen. Játszhattok két fős változattal, megnehezíthetitek a küldetéseket, és még egy csomó-csomó olyan dolgot be lehet vonni, amitől szebb, több, izgalmasabb, nehezebb, komplikáltabb lesz a játék. Remélem, hogy tetszett ez a videó, és sikerült azért nagy vonalakban vázolni, hogy körülbelül hogyan is működik a Dead of Winter. Nyilván előfordulhatnak olyan apróságok, amik fölött valamiért elsiklottam, ezekre választ találtok a szabálykönyvben, illetve ha bármilyen kérdésetek van, akkor azt természetesen feltehetitek nekünk kommentben itt a videó alatt, és mindenre megpróbálunk válaszolni. Nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornánkra, meg nyomjátok meg a kis csengőt, mert az fontos. Hamarosan találkozunk a Dead of Winter gameplayben. Én Kaci voltam, sziasztok!
Nagyon szépen köszönjük a szexi patronjainknak, hogy életben tartják ezt a csatornát. Ha te is szeretnéd támogatni a Fun with Geeks, akkor azt a leírásban lévő linken keresztül megteheted.